Remélem, nem bánja Pacheco. Csak tudni akartam, hogy hol él a lányom. Ez a hely szép, tágas és világos is. Biztosan nagyon boldog itt. Azért jött, hogy sértegessen, elismerhet. Ahhoz, hogy megsértsem, kellene, hogy legyen méltósága. De inkább most térjünk a tárgyra. Mennyiért tűnne el a lányom életéből? Hm? És ne mondja azt, hogy nem érdekli a pénz, mert van becsülete, meg ilyen vicces dolgok. Mind tudjuk, hogy ez nem igaz. Mennyi? Gyerünk. Ne értékeljen a úr. Még kigondolom az összeget. Jól van. Figyelek. $100,000. Édesem, parkolj le, én meg felmegyek a mobilon. Nem, majd én felmegyek. Hol hagytad? Nem emlékszem már egészen pontosan, talán az asztalon jobbra a bejárati ajtó mellett van a szófán. Annyira siettem. Megkeresem, de előtte... El a kezekkel, mi történik a kezemmel? Mi van a kezemmel? Mi van itt? Siess, siess! Magyar hangok. Sörös Sándor, Menszátor Magdolna, Bozsó Péter, Németh Kriszta, Mezei Kitti, Zsurs Kati, Starenki Pál. A szerelem rabjai. További magyar hangok. Rosta Sándor, Varga Gábor, Koroknai Géza, Kéri Kitti, Zsigmond Tamara, Pap Kati, Kajtár Róbert, Szórádi Erika, Rátonyi Hajni, Penke Bence, Nemes Takács Kata, Makai Sándor, Molnár Zsuzsa. Írta Marcela Citterio és Enrique Estevanez. Zenéjét szerezte Maxi Riquelme. Fényképezte Jorge Medina. Rendezte Carlos Luna és Chancha Ambrosini. Azon tűnő, de miért állok mindig keresztül? Én is azt szoktam kérdezni magamtól. Tényleg az jó? Mit csinálja? Először is. Fogja be. Persze, jól van. A nővérem... Mi van vele? Ott van kint. Fennhagyta a telefonját a lakásban. Ó, Istenem. Jól van, akkor menjünk fel érte. Van más választások? Jó, menjünk. Szóval $100,000 akar. Hát igen. A lányáról van szó. Tudja mit? Lehet, hogy mostantól tegezni fogom. Ugyanis bizalommal kell lennünk egymásért. Végül is egymással üzletelünk. Most már egyenrangúak vagyunk. Nem, Pacheco. Mi soha nem leszünk egyenlőek. Igen, igaza van. Magának ez csak apró pénz. Ellenben nekem egy nagy és kényelmes lakást jelent. És hol? A kikötőben. Tetszik az a környék? Nem, Pacheco, nem. Maga el fog utazni, jó? Nagyon messzire és nagyon sok időre, értette? Ez jó ötlet. Szeretek utazgatni. Jó, benne vagyok. Látom, megértjük egymást. És hogy felgyorsítsuk a dolgokat. Igen? Kössük meg még most az üzletet. Lehet, hogy meggondolom magam, és nagyobb összeget kérek. Jól van. 2 óra múlva itt leszek a pénzzel. Jó? Itt várom.
tudja, éppen egy állásinterjúra készültem. De most már nincs értelme. Most már nem kell dolgoznom. Mondhatok valamit? Meglepett, Pacheco. Lássuk. Jó. Kérlek, Juan Manuel, ne szólj semmit a nővéremnek erről, jó? Tudtam, hogy ezt fogod tőlem kérni. Jól van, akkor legalább hívd fel telefonon, mert nagyon aggódik miattad. Rendben. Rosszul van a tegnapi miatt. Igen, igen, én is így érzek. Én is rosszul érzem magam. De Francescónak köszönhetően már jól vagyok. Itt is van pár telefonja. Jól van, megyek. Oké. Okay. Viszlát. Viszlát. Na de, ez a tiéd, Juan Manuel. Zenyi, az van a tagyágére? Á, igen, ez. Igen, biztosan pász, mert a mobilom a kocsiban maradt. De vigyázz, mit mondasz. Vedd fel. A maga telefonját használja. Hm? Victoria, végre! Jaj, édesem, egyfolytában mindenhol csak téged kereslek. Nagyon aggódom miattad. Ne aggódj miattam, Paz. Jól vagyok. Hol voltál az éjszaka? Egy barátom lakásán. Jaj, drágaságom, halára aggódtam magam miattad. Képzeld el, még Carlost is képes voltam felhívni, hogy tud-e rólad valamit. Az irodába. Nem sokára ott leszek. Nem jössz be hozzám beszélgetni egy kicsit? Mit szólsz hozzá, Hugi? Carlos Fosco, kérhetek valamit? Igen. Ne bántsa meg őt. Sok hal van a vízben, nem? Miért mondt ő? Jól van, megyek. Kikísérem a kapuig. Ne, ismerem az utat. Rendben. Ha nővérem tudomást szerez rólunk, akkor nagyon kínos helyzetbe kerülök. Lehet, hogy nehezen fogja megérteni, hogy mi történt, de ez nem jelenti azt, hogy kínos is lesz. A papa hamarosan itt lesz, tudod? Igen, alig várja már, hogy lásson téged, mert nagyon-nagyon szeret. Nagyon álmos. Itt a keresztapád. Szóval, keresztapa, megfognád? Tessék. Óvatosan. Úgy. Meg is van. Nagyon jó. A nevem Tango. Mintha egy üzenetrögzítővel beszélnék. Tudtam ám, hogy nem lesz baja. Ez most furcsa, mert soha... Soha nem gondoltam volna, hogy ilyet érzek majd... valaki iránt. Mindenkivel megesik. Mindenkivel. Halló? Én vagyok, Carol. Pár perc és ott vagyok. Látni akarom a kicsit. De előtte meg kell oldalom Barbara problémáját. Jól van. Rendben, tedd, amit tenned kell. Puszilunk. Jobban törődik azzal a lányával, akit Pázzal nevelt, mint Miával. Figyelj! Igen? Akkor most a keresztlányodnak behagyjuk a gyógyszerét. Hol is van? Nem kellene ennie valamit előtte? Igaz, majd evés után adom be a gyógyszert. Jó. Csináljak neki valamit? Mi? Le, gyere ide! Ő csak anyatejet ehet. Add nekem ide. Hm.
Gyere. Gyere a mamihoz. Bocsánat. Édesem, olyan sokáig voltál ott. Történt valami? Miért? Nem csak... Kértem Carlostól egy kis vizet, mert szomjas voltam. Köszönöm. Nincs mit. Használtam a telefonodat, sikerült végre elérnem Viktóriát. Igen, tudom. Honnan tudod, hogy beszéltem Viktóriával? Úgy értem, hogy várható volt, hogy előbb vagy utóbb úgyis eléred. Ó, igen, szegényként. Képzeld el, hogy egy barátjánál töltötte az éjszakát. Nem is akarom elképzelni, hogy milyen rosszul érezte magát. Lehet, hogy jobban érezte magát, mint mi. Lehet, de nagyon kétlem. Bocsánat, szerelmem, várj. Mi az? Ki kell mennem a mosdóba. Megkérem Carlost, hogy hadd használjam. Megőrültél? Kérlek, olyan sokat vártam. Miért akarsz újra felmenni hozzá? Mi? Azt már nem. Ne csináld ezt velem, hadd menjen. Nem. Jaj, édesem, fejezd be. Nem lehetsz rá ennyire féltékeny. Ha. Mi történt? Mire gondolsz most? Mire gondolok? Na, semmire. Biztos? Valami eszembe jutott, de hát... Kérlek, mondd el. Mondd el. Nem. Gyere be! Asszonyom, a számviteli osztályon várnak magára. Ja, igen, tudom, már megyek is. Most. Ágéle, maga itt marad? Igen, asszonyom, persze, hogy... Menjünk gyorsan, igaza van, teljesen elfelejtettem. Ó, ez nagyszerű. Úgy látszik, az a sorsunk, hogy egymásba botlunk. A szükség törvénybont. Igen, nálad. Mire? Rengeteg férfi van a földön. Istenem, miért pont Carlos Fosco kell neked? Jól tudod, hogy nem lehet megszabni, hogy kibe szeressünk bele. Beleszeretni? Vigyázz, forró. Én mondtam. Nem hiszem. Bocsánat, mi sajtos pizzát rendeltünk. Biztos, hogy nem sonkával és nem. Paprikával? Elnézést, azt mi rendeltük? Miénk a sonkás paprikás? Kérsz? Egyet. Jaj, nem. Mi kólát kérünk. Ez pedig sör. Azt hiszem, az ott a mi sörünk. Miért nem ültök egy asztalhoz? Akkor nekem is könnyen lenne. Köszi. Istenem, nem könnyű jót tenni a vendégekkel. Fáradt vagy? Lestrapált. Akkor majd én kiszolgálom ezt a ficót. Őt nem hiszem. Ő az enyém, és minden este mellettem alszik. Köszönöm. Látogatóba jöttél? Igen. Látni akartam, hogy megy. Ő csak le. Na? Milyen az egyenruhám? Nagyon tökös. Igen? Igen, otthon fölvehetnéd meg a neszeret. Nézd, hallgass. Utas, mennyi? 6 perc. Nagyon jó, ügyes. Most hiszem, a taxival megyek haza. Ez az. Tetszik ez a hozzáállás. Tartsd is meg. Minden áron. Sajtos pizzát kérsz, vagy csonkás paprikásat? Nem, ez bámulatos, ezt nem hiszem el. Hoán mindig belekeveredik. Mindenek ellenére kedvelem Aguirre-t. Ha nem lenne pár szeretője, akkor össze is haverkodhatnánk. Hogyan? Ezt magyarázd el. Ez azt jelenti, hogy még mindig egyfolytában pázra gondolsz. Ajajaj, Francesco, tudod mit? Már nem tudom, hogy amit Paz iránt érzel, szerelem-e, vagy kihívás? Szerelem. És kihívás is, persze. És persze... bosszú. Be akarom hozni az elfecsérelt időt. Ne érts félre. Nem. Nem hiszem el, hogy szerelmes vagy Carlos Foscóba. Pedig igen.
Beleszerettem. Először beleszerettem a kreativitásába, a tehetségébe, az intellektusába. Aztán beleszerettem a hangjába. A mibe? A hangjába. A hangjába? Igen. Végül pedig, amikor megismertem, megszerettem a személyiségét. Ez aggaszt. Micsoda? Aggaszt engem. Juan Manuel, te tudod a legjobban, hogy mennyit szenvedtem. A lányomapját leszámítva még nem voltam szerelmes. Nem mehetek el csak úgy a lehetőség mellett, érted már? Ez érthető, de akkor legalább beszélj a nővéreddel. Igen, de amikor úgy döntöttem, hogy vele leszek, te és Paz már együtt voltatok. Azért nem mondom el neki, mert szégyelném magam. Mert hát lehet, hogy ez csak egy flört, és akkor mi értelme lenne elmondani mindent, és bonyolítani a dolgokat, nem? Csak az az egy világos, hogy szerelmes vagyok, szeretem őt, de ő engem nem. Tudod mit, Victoria? Ő először a nővéred barátja volt. Igen, tudom. És most veled jár. Nos, szerintem, ez csak az én véleményem, de szerintem ez egy elég kényes téma. Igen? Igen. Igen, tudom. Te tudtál az én anyósomról és az apádról? Ó, igen. Paz mondott valamit, de nem sokat. De azt nem tudod, hogy Gabi megtudta, hogy Santiago az apja. Sajnos ez így történt. És én akkor tudtam meg, amikor Gabi meghalt. És lehet, hogy csak én képzelem be magamnak. Összeraktam a képet, amikor megtudtam, hogy Alicia és az apád régóta ismerik egymást. Érted már? Szóval... Igen. Nem tudom, az jutott eszembe, hogy... Mi? Hogy Gabriela lehet, hogy tényleg az apád lánya. És? Így volna? Gabriela a testvérem volt? Nem. Én nem is akarok erre gondolni, érted? Nem. Hál' Istennek, Alicia szerint az apád nem volt az apja. Victoria! Na végre! Te hol voltál? Hol voltál? Itt vagyok. Egy barátomhoz. Édesem. Magatokra hagylak, bocsánat. Jaj, drága életem. Édesem. Szerelmem. Lehet, hogy fájni fog, amit csinálok. De remélem megérted. Ahogy óhajtotta. Itt a pénz. És van egy meglepetésem. Egy első osztályú jegy az államokba. Szereti New Yorkot? Nagyon szeretem. Akkor jó. Jó. Végre egy nyelvet beszélünk. Várjon. Meg kell számolnom a pénzt. Persze, számolja csak. Üljön le, érezze magát otthon. Ez eltart majd egy ideig. Nem, ez nem a te hibád, Páz. Nem rólad van szó, hanem arról, amit a létezéseddel okozol az emberekben. Ez a baj, érted? Te vagy a tükörképe mindannak, ami nem tudok lenni, és ez nekem fáj. Ne mondd ezt nekem. Olyan tehetséges vagy, és gyönyörű. Victoria, ez nem igaz. Olyan vagy, mint Barbara. Ő is féltékeny Milagrosra. Nem tudom, hogy segíthetnék ezen túljutni, nem tudom.
Nem kell ebben segítened. Ez a mi problémánk. Tudod, mi az őrültség ebben? Hogy én irigyellek téged. Engem? Miért? A szabadságodért. Azt csinálsz, amit akarsz. Mint Barbara, bármivel szembenézel, és kipróbálhatod, ami az utadba kerül az életben. És ez szerinted jó, vagy inkább rossz? Amíg nem okozol kárt másoknak, szerintem jó. Persze. Igen. És apa az, aki állandóan kihoz a sodrunkból. Biztosan elég erős kapocs lehet, ami Aguirre anyósával alakult ki, nem? Szerintem azért gondoljuk így, mert mint kiderült, őróla sem tudtunk semmit. Nem bírom tovább, nem megy ez így. Santiago el akarja venni Aliciát, és nem tudok másra gondolni. Nem mondtam semmit sem Laurának, így is van elég baja. De nem hiszem el, hogy Santiago ezt csinálja velem. Egyszerűen nem hiszem el. Azt gondolom, 10 évig együtt voltatok. Jön ez a nő, és ellopja. Alicia azt mondta, hogy megfizetek azért, hogy elmondtam az igazat Gabrielának. És így is lett. Mindent feladtál érte. Ezért aztán nem teheti ezt veled. Igen. Igen, de mindig szerelmes volt Aliciában, mindig. De akkor is. Feladtál érte mindent. Elvesztetted a fiadat. Igen. Nem ülhetsz így ölbetett kézzel, Inez. Jól van, mennem kell. Otthon találkozunk, jó? Jaj, Victoria, nem is tudod, mennyire örülök, hogy tudtunk beszélni. De nekem is nagyon jót tett. Akkor jó. Buzillak. Mm-hmm. Szeretlek. Szia. Szia. Én csak... Minden rendben? Leülhetek? Mi a baj? Micsoda szemek? Mi történt? Akarod tudni, mire gondolok, hogy mi jár a fejemben? Igen, de ne ijeszd meg. Te ijesztesz meg. Miért? Mert félek attól, amik történnek. Mik történnek? Amik veled történnek. Amit irántad érzek. Amit gerjesztesz bennem, amikor rád nézek. És szerintem el kellene köteleznünk magunkat, hogy együtt legyünk életünk végéig. A mi sorsunk megvan írva. Lehet, hogy már azelőtt meg volt írva, hogy mi találkoztunk. Szeretnék ígéretet tenni. Ígérem, hogy hűséges leszek hozzád, és hogy a legtisztábban foglak szeretni. Jól van. Lász. Akarod, hogy eljegyezzelek téged? Persze, hogy akarom, hogy eljegyezz. Persze, hogy akarom. Igazából én is szeretném hozzád kötni az életemet. Mert te... felébresztettél engem. Egy kicsit elfásult voltam. A házasságom szenvedélymentes volt, és nagyon kihűlt. És te rám néztél? És tűzre lobbantam? Tűzre lobbantottad a szívemet. Átfutott az agyadon, hogy lehet, hogy nemet mondok egy ilyen ajánlatra? Nem. Nem.
Én nem. $99,800. De semmi baj, nem tartom fel tovább. Nem tudom, lehet, hogy csak elszámoltam magam. Nem tetszik, ahogy velem beszél. Ne okoskodjon. Legyen szerény. Nyugalom. Engem nem lát többet. Biztos, hogy Barbara hazamegy magához. És úgy folytatódnak a dolgok, ahogy akarja. Ez jó üzlet. Mindkettőknek. Remélem, soha nem találkozunk. Én is remélem. Ezt vidd ki, kérlek. Jó. Bocsi, fiúk, mindjárt mondhatjátok. Halló? Én vagyok, Barbie. Találkoznunk kell. Nagyon sürgős. Mondd meg, hol vagy. Nagyon szépen köszönöm, Moreno. Gratulálok a munkájához. Nagyon köszönöm, majd hívom. Viszlát. Majd hívom. Köszönöm. Ne csináld ezt velem, kérlek. Hogy merészelsz ilyet csinálni egy menedzserem előtt? Édesem, ne csináld. Nem bírtam. De itt nem lehet. Miért nem lehet? Ne csináld ezt. Nem, mi csinálunk? Mi csinálunk? Tartsd erősen az ajtót. Én az eljegyzésről beszélek. Á, igen. Meghalok. Óvatosan, óvatosan. Fel kell. Nevet fel, nevet fel. Ki lehet az? Mit csinálsz, Hohán? Jaj. Mit is kell megnyomni? Halló? Páz, Francesco vagyok. Szia! Mi újság? Nem tudsz beszélni? Nem, attól tartok, hogy nem tudom most elküldeni. Nem, megy. Jól van, jól van. Csak azt akartam mondani, hogy megvan a forgatókönyv vázlata a filmhez. Az nagyon jó. És szeretném, ha elolvasnád, mert kíváncsi vagyok a véleményedre. Hát hogyne, hát hogyne, hát hogyne. Igen, 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 igen. Akkor... igen, tökéletes. Jól van, akkor megbeszéltük. Legyen így. Köszönöm, viszlát, ciao. Elképesztő vagy ma. Te meg gyönyörű. Édesem, kérlek, te maradj csendben. Tudod mit, Juan? Nem akartam ezt elmondani, hogy ne aggódj miattad, de... Menjünk haza? Nem, menjünk arról haza. Van szó, nagy fájdalmam van itt hátul. Mi? Nagyon fáj itt, a nyakam iszonyúan sajog. Szeretnék elmenni egy gyógyfürdőbe. Minek? És masszást akarok, hogy egy kicsit fellazuljak. Megmasszírozzák a nyakamat is. Megmasszírozom a hátadat, gyere ide. De tudod mit, édesem? Mit, ha? A te masszázsod. Igen? Nem, engem nem lazít el igazán. Akkor gyere. Így jó lesz. Ha? Igen, édesem. Hát nem édes. Akár csak az anyja. Nem, sokkal édesebb. És ő nem lesz modell 13 éves korában. Mindene meg lesz, anélkül, hogy dolgoznia kellene érte. Tudod, kicsikém? Szerintem ki kellene cserélni a pelenkáját. Keresztapa, te jössz, gyere. Én aztán nem. Bolond vagy? Nem. Nem. Gyere, gyere. Szerencséd van. Halló? Ernesto. Én vagyok. Találkoznom kell. Beszélni akarok veled. Már ezerszer megkértelek erre, ne mondj megint nemet. Te is csináltad ezt velem. De nem bírom ezt tovább. Talán.
találkoznunk kell, kérlek. Jó, majd beugrom, ha lesz időm. Jól tetted. Menj el és derítsd ki, hogy szereted-e. Vagy ki kell cserélned a pelenkát? Jaj, Szent Teréz, Jézus gyermeke. Kérlek, segíts nekem abban, hogy higgyek Isten szeretetében, ahogy te mindig is csináltad. Vezess engem a szeretet és a bölcsesség útján. Ámen. A lányod életben van. Hallottad a hírt? Rokonok leszünk? Jaj, tetú, igen, tudok valamit. A nagyanyád és az apád. Igen, szép kis pár, nem? Igen, igen, szerintem is. De mondd csak el nekem valamit, mert én nem sokat tudok az ő kapcsolatukról. Mióta ismeri a nagymamád az én apámat? Nem tudom, korábban ismerték egymást, mint ahogy Santiago Inesszel megismerkedett volna, és ez 10 éve volt már. Igen, ez tényleg így van. Az az igazság, az apám egy lehetetlen alak. Lehetetlen, de az anyám volt a felesége. És a nagymamád férjhez ment? Nem, a nagyi nem ment férjhez. Az anyukám apja meghalt, mielőtt anya megszületett volna. Akkor ez azt jelenti, hogy az apámnak 2 kapcsolata is volt. Először Alicia, a nagyit, aztán Ines. Nem láttad őt mostanában? Nem. De akárhányszor rá gondolok, mindig kiráz a hideg. Biztos azért, mert ő látta utoljára az anyukámat. Mielőtt meghalt. Jaj, Walter, ezt nem hiszem el. Akkor mikor lesz? Akkor lesz egy meghallgatása. Ezt igen? Megígértem, és tartom a szavam. Jaj, Istenem, egy álom vált valóra. Híres énekes akarok lenni, akit sokan megtapsolnak. Nem hiszem el, komolyan Rubi, mondom. Rubi, igen? Ez csak egy egyszerű igen? Meghallgatás. Igen. De úgy énekel, mint egy istennő. Tudni, hogy imádni igen? Fogják. De igen. Ha híres leszel, akkor is beszélsz még velünk, ugye? Persze, nektek fogok először autogramot adni, jó? Pop énekest keresnek. Pop énekest? Akkor mit énekeljek? Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Natalia. Jó, rejlott vagy két. Én inkább klasszikust hallgatok. Jaj, ne már, Walter. Jövök, jövök. Lehet, hogy Pasquali hozott nekem egy újabb ajándékot. Guillermo úr, mit csinál ennél az ajtónál? Tatjánát keresem, itt van. Nem, Tatjana. Beszélhetünk? €25 Inkább ne hagytak volna itt semmit. Barbi, édesem, mit csinálsz te itt? Megőrültél? Mi a fenét csinálsz te itt? Dolgozom, apa. De te egy basztárika vagy. Hogy szedheted fel az aprót az asztalról? Nem vagyok már basztárika, már pacsikó asszony vagyok. Még nem házasodtunk össze, de összefogunk. Ez biztos? Igen, tuti biztos. Igen. Biztos vagy abban, hogy Pacheco ott vár téged a lakásban, miközben te itt gürcölsz pár pezóért? Apa, ha mondani akarsz valamit, mondd. Ha nem, menj el. Jól van, legyen. Rossz hírei vannak. Pacheco most hagyja el az országot $100,000, amit azért kért, hogy elhagyjon. Micsoda? Mit beszélsz? Miről beszélsz, apa? Jól hallottad. Bejött az irodámba, és tudta, hogy soha nem tetszett a ti kapcsolatotok. Azt kérdezte tőlem, hogy adok-e neki pénzt, hogy elhagyjon téged, és én adtam. Ez történt. De igen, ez igaz, igaz. $100,000 kért, és nagyon elégedettnek tűnt. Engem csak a te boldogságod érdekel, nem volt választásom. Te hazudsz. Nem hazudok, Barbie, nem hazudok. Hazudsz, apa, biztosan hazudsz. Nem, Barbie, Barbie! Barbara! Uram, beszéljen vele, ha itt akar dolgozni, nem rohanhat el csak úgy. Nézze, ha a lányom akarná, megvehetné ezt a pizzériát, akár 3-szoros áron. Tartsa meg az aprót. Szerintem képes leszel újra kezdeni, de nem velem, Guillermo. Mondtam már, hogy nem akarok veled lenni. Hallottam, megértettem. Nem tetszik a gondolat, de értettem. De azt is beszéltük, hogy lehetünk barátok. Igen, így van. Jól van. Akkor csináljuk úgy, mintha bejöttem volna köszönni a barátnőmnek. Szabad? Szabad.
Persze, de szerintem ne itt találkozzunk, ne ebben a házban. Barbara bármikor megjelenhet, bár már nem lakik itt. Elköltözött Nikolásszal, tudtad? Inkább ne beszéljünk Barbaráról. Nem baj. Beszéljünk rólad. Mi van veled, és hogy vagy? Nagyon jól vagyok. Igen. Santiago úrnak köszönhetően van saját üzletem, vett egy üvegházat, és én vagyok a főnök. Csodálatos. Szuper. Igen. Nem adod meg a címet, hogy meglátogathassalak? Jól van, rendben. Gratulálok. Köszönöm. Én csinálom a papírmunkát, de kell egy pár alkalmazott, mert egyedül nem fogom bírni. De ahogy látod, velem minden a legnagyobb rendben van. Tényleg? Jó. Mi most az? Én... Mit csinál itt ez a kis pandró? Hogy mit csinál itt? Már menni akartam. Itt sem vagyok. Szia. Ez volt a legokosabb, amit mondtál. Kérdeztem valamit. Ő a haverom, Guillermo, és eljött hozzám, ha? Kérdeztem valamit. És én válaszoltam is. Ő a haverom, és ne háborgass folyton, ne szólj bele az életembe, apa, ne irányíts, vagy nagyon mérges leszek, világos? Tatjana, kérdeztem valamit! Én meg válaszoltam! Mit csinált ez a pontró itt? Pacheco! Pacheco! Nikolás Pacheco üzenetrögzítője. Hagyj üzenetet. Pacheco, én vagyok. Kérlek szépen, hívd fel. Mondd, hogy visszajössz hozzám. Mondd, hogy az apám hazudott. Nagyon kérlek, itthon várok rád. Még bízom benned. Végre itthon vagy. Itt minden nagyon jó lesz. Kint várok magára. Elnézést. Menjen, menjen, Tango. Ha kellene, majd szólok, menjen csak. Kikísérlek. Mindent köszönöm. Gyere be. Ülj le. Köszönöm, hogy eljöttél. Nem kell megköszönni. Nem is tudom, hol kezdjem. Ha akarod, én elkezdhetem. Szerintem nem... Nem kellene egymást hívogatnunk. Miért? Én még szeretlek. De semmi újat nem tudsz nekem mondani. Én úgy vélem, hogy nem vállalhatjuk fel a kapcsolatunkat, nem lehet köztünk semmi, csak titkos szerelem. Titokban kellene találkoznunk, mert a fiad nem fogad el engem, és nem is fog. Majd talán akkor lesz esélyünk, ha ő megnősül, de ez nem mostanában lesz. Én nem ezt érdemlem, és te sem ezt érdemled. Nem. Persze, hogy nem. Én csak arra kérlek, hogy... Ne ítélj el. Választanom kellett, és nem volt könnyű. Képzelem. De én nem ítélek el, nekem csak az fáj, ahogy csináltad. Tudom. A módja, érted?
Egyedül döntöttél, pedig kettőnknek kellett volna. Micsoda? Pancsónak ehhez semmi köze. Senki sem hibáztatható. De te döntöttél, egyedül akartál lenni. Szerintem te előbb lezártad ezt a kapcsolatot, mint én. És... Laura, én... mindent megtettem, hogy ez működjön köztünk. De őszinte leszek veled. Ennek... már vége. Velem titokban találkozni. Csak egy kis ideig kellene, nem örökre. Jaj, édes kislányom. Amikor az ember belemegy egy titkos kapcsolatba, akkor először azt hiszi, hogy örökre képes lesz ezt csinálni, de aztán, mint egy bomba, bármikor felrobban. Hidd el, ez így van. Nézd rám, azok után, hogy évekig tartottam Santiago-val a kapcsolatot, boldogtalan vagyok. Most ő el akar venni valaki mást. Aj, kicsi. Nos, tetszik az első vázlat? Nem hiszem el. Ez elképesztő. Carlos, ez nagyon jó. Az időzítés, a történet, ahogy filmre írtad, adnod kell egy másolatot, hogy jobban belemélyedjek. Jó, rendben. Jó. De először olvasd majd végig. Szerinted tükrözi azt, amit mondani akartál? Mármint ilyen egy szerelmi történet egy... üzletasszony is a testőre között. Hát ez furcsa. Senkit sem várok. Bocsánat, hogy bejelentés nélkül jöttem, de... Victoria! Csak dolgozni jöttem. Egy csomó ötletem támadt, és úgy gondoltam, hogy érdemes lenne megosztani és megbeszélni jó. veled. Viki, most olvastam el a forgatókönyv első részét. Igen. Gyere be, igen. Gyere be nyugodtan. Jó. Gyere. Ah. Ez egyszerűen csodás. Igen, jó, az jó lesz. Biztosan álmodom, ezt nem hiszem el. Igen, én sem hiszem el, hogy ez igaz. És Ágirre? A regényem. Ágirre, nem tudja, hogy itt vagyok. Nem tudja. Nem jött el. Nem jött el. Sőt, mi több, szóval azt se tudja. Azt se tudja, hogy ide jöttem. Azt hiszi, hogy egy gyógyfürdőben vagyok, úgyhogy megyek is, mert oda jön értem, tudod? De miért hazudtál neki ezzel kapcsolatban? Ne is kérdezd, mert Juan nagyon féltékeny Carlosra. Hát persze, köszönöm. Szegényke, nem akarom, hogy félreértse ezt az egész helyzetet, hiszen semmit sem jelent. Hamar ideges lesz. Ó, miattam ne aggódj, én nem foglak elárulni neki. Köszi, hugocskám, jól van. Nincs mit. Most mennem kell, megyek is, hogy tudjatok dolgozni. Elvigyelek, hogy úgy fülök. Lent vár, egy taxi vár rám, segíts fel, kérlek. Jó, de hogyha... Dolgozzatok csak nyugodtan, még sok dolgotok van. Jó, holnap újra találkozhatnánk, ha kész lesz a másolat. Igen, holnap. A holnap nekem... nekem egy... egy különleges nap, érted? Aha. De majd azért beszélünk, rendben? Jó, rendben. Fantasztikus, hihetetlen, nagyon tetszett. Nagyon. Szia, Viki, jó munkát kívánok! Akkor? Mi? Rendeljünk valamit, vagy főzzünk együtt, menjünk el moziba, vagy sétálni. Mit szeretnél? Semmit, én...
Elég furcsa napom volt, és ez csak tetézi, hogy itt találtam a nővéremet veled a lakásodon. Ez már a túl sok. Hogy? Mire célzol ezzel? Hogy mire célzok? Semmire. Úgyhogy el is megyek. Na de... Erre nem vagyok kíváncsi. Akkor miért jöttél ide? Hogy miért? Hát, hogy lássalak. Mert ahhoz volt kedvem, hogy veled töltsem a napot, de már valahogy elment a kedvem, Foszkó. Ez történt. Jó, pohár. Szia! Valami baj van? Nincs, csak azt hittem, hogy... Hol voltál? Elmentem egy állásinterjúra. Nem hallgattad meg az üzenetemet? Nem. Miután végeztem, egyből idejöttem. Ez volt az első napod a munkában, és meg akartalak lepni. Főzni akartam valami finomat. Oh. Beszélhetünk? Van egy jó és egy rossz hírem a számodra. Mi a jó? Van állásom. És mi a rossz? Apád azt hiszi, hogy 100 000 dollárt érsz nekem. Add neki vissza a pénzét. És mondd meg neki, hogy szerelmesek vagyok. És hogy megfizethetetlen vagy. Megszeretlek. Nem mentél Pancsitóval az iskolába? Elvittem őt, de itt hagytam ezeket a papírokat. Ez az. Nyisd ki, kérlek. Szia, anya. Szia, édesem. Jó napot volt, mi jöhetek? Igen, jöjjön csak. Hogy van, Laura? Jó vagyok, én megyek az is. Jó. Szia. Szia. Üljön le. Hagyja csak. Tudni szeretnék valamit, Inez. És maga tudja a választ. Jaj, szerelmem! Tudod, az ilyen ceremóniákat Brazíliában fehér virágokkal végzik, és bedobják a tengerbe. Talán a folyó is megteszi. Ez a mi folyónk. Csak is a mi folyónk, nem? Persze, hogy az. A szalaggal együtt. Tessék, szűzanya. Jaj, édesem. És most. Kész vagyunk. Most kérdezd. Gabrieláról van szó. Össze kell raknom a kirakós darabkáit, amelyeket maga olyan jól ismer. Juan. Akarod, hogy eljegyezzelek téged? Persze, hogy akarom. Gabriela a testvérem volt. Baz. Igen. Akarod, hogy eljegyezzelek? Akarom. Persze, hogy akarom. Sok évvel ezelőtt egyszer már mondtam, hogy igen, de akkor egy pap és körülbelül 1000 ember előtt. De most először úgy érzem, hogy ez az egész szívből jön. Istenem, nem tudok beszélni. Szeretlek. Szeretlek. Thank you.
szeretlek. Én is szeretlek. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Hangkép szinkroncsoport készítette.